Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik az ingyenes hírlapot, azok kapnak minden hónapban egy kedvezményes jóslást. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata. Itt látható ő a képen. Ott van a kertben. Lehet, hogy van most nála kerti munka. Vagy élvezi a természetet. Szimbolikusan ez a kép azt jelenti, hogy ő elültet valamit, és úgy gondolja, igen, ez majd kivirágzik, gyümölcsözni fog. Tehát lesz egy új kezdet. Megvannak ezek a gondolatok nála, de itt van a kerítés, ami korlátozza őt. Keres valamit, nem találja. Holott itt látható a képen ez a két kard. És a kard jelenti a levegő elemét. Tehát a könnyűséget, a szabadság érzetét, az ötleteket, a terveket, de ami jelenleg fontos kettőtök között, a levegő eleme jelenti a kommunikációt is. Tehát mielőtt lépéseket tesz, mielőtt megvalósítja a terveit, kellene, hogy beszéljen erről veled. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt is látható a természet. Bizonyára kimozdul, ez ad számára életerőt, ez tetszik neki. De ugyanúgy, mint itt is látható ez a kerítés. Tehát elérkezik most az élet útján egy ponthoz, amikor úgy érzi, hogy igen, megvan az életerő, van a szép környezet, de nem megy tovább, hiszen ott van előtte a kerítés. Nem tud lépni, nem tudja áttenni ezen magát. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok is, itt, amikor az érzelmeiről van szó. És itt látható, mennyire fontos lenne egy találkozás, mennyire fontos lenne egy beszélgetés. És pontosan ez a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt látható ez a csillag, ami szerencsét hoz, és te bepillantasz ebbe a kútba, ez a belső forrás, ez a te intuíciód, és te tudsz segíteni neki. Hiszen ez a csillag jelenti az irányt, te mutatod majd azt, hogyan tovább, milyen irányba kellene lépéseket tenni, hol vannak a megújulások, melyik út az, ahol ti együtt haladhattok. A középső kép utal arra, hogy mi köt össze benneteket, itt a tenger, az a víz eleme, és a víz eleme jelenti az érzelmeket, itt mély érzelmekről van szó, és itt a szív jelenti a szeretetet, a szerelmet, és pontosan ez köt össze benneteket, a bizalom, a szeretet, a szerelem és az érzelmek. Nála vannak korlátozások, és te fogsz neki segíteni, és erre neki szüksége van. Hiszen ezekkel a gondolatokkal közeledik majd hozzád. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot,
nagyon sok szeretettel, tenderrel.